A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy Európa Nostra díjas székely végvárba fogunk ellátogatni Torockóra. Megmutatom ezt a könyvet, amely természetesen immáron mondhatom Klotz Miklós barátom könyve. Fotókönyvről van szó, Klotz Miklós fotóművész a vendégem. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Gyakran mondod, tudom, hogy nem a titulus számít, de én azt gondolom, hogy a fotóművészet rendkívül fontos és kiemelten fontos számunkra mostanság. Ahhoz viszont, hogy ezt az alkotást sok minden másról is fogunk beszélgetni, megismerjük, ahhoz tudnunk kell azt a pályaévet, ami a tiéd, ami mindenestől a tiéd, hiszen nem fotóművésznek születik az emberfia, ez még veled se így történt. No, kezdjük az indítatásnál, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy a képalkotás vágya minden fiatalban megvan, mondom én, de hogy mikor jön el az a pillanat, amikor gyermekfővel valaki a fotózást választja, és amiből aztán később hivatása lesz, az korán sem mindegy. Hát azt hiszem, hogy amit mondtál, hogy minden fiatalnak vágya valamilyen formában képalkotás, ez akkor, amikor én fiatal voltam, és 10-11 éves voltam, akkor ez egyértelműen a fekete-fehér analóg technikához kapcsolódott, és azt hiszem, hogy korombelieknek sok ilyen élménye volt, hogy a fürdőszoba átalakítva fotolaborra. Nekem is így indult. A bátyám volt az, aki egy kicsit lelkesebb volt így a fotóban. Én akkor még a 10 évesen csak távolról néztem, hogy is készülnek ezek a képek a laborba. De aztán csak hamar az igazi szerelmese ennek a fotózásnak én lettem. A bátyám ezt elengedte. Nekem pedig így megmaradt hobbinak, és aztán egyre inkább erősödött ez az érzés, hogy itt ehhez nekem valami közöm van. És amikor Székesfehérváron a Ibli Miklós közlekedésgépészeti szakközépiskolába jártam, innen indult a fehérvári kapcsolatom, akkor volt ott egy nagyon jó kis fotószakkör, de leginkább egy jó fotolabor, és egy olyan tanár, aki azt hiszem, hogy azzal segített a legtöbbet, hogy szabad kezet adott nekem a fotózásban. Német Elemérnek hívták, gépjármű szerkezett tant tanított nekem, de a fotózás is érdekelte, és nekem akkor ott elég szépen kiteljesedett a fotós életem. Uraltam a iskolában lévő labort, és akkor már néhány pályázatra küldhettem képet, és ott sikerrel. A tehetség és a szorgalom nálad kézenfogva járt, mondom én. Mondott te. Hát azt gondolom, hogy tehát így a szorgalom fel sem merül akkor, hogyha valami az embert igazán érdekli, akkor abba beleássa magát. Tehát ez így bennem nem fogalmazódott meg, hogy én szorgalmas voltam ebben a fotózásban, sokkal inkább érdekelt, és akkor kutattam, utána néztem dolgoknak, kísérleteztem, nagyon fontos, nagyon sokat kísérleteztem, és ezeknek a kísérleteknek azért nem mindig volt kézzelfogható eredménye, de a tapasztalat az mindig megvolt, és az nagyon-nagyon sokat segített a későbbiekben. Igen, hát a tapasztalatot hozza egyébként a képalkotás a mindennapokban is, annál is inkább, hiszen ne feledjük, hogy akkor analóg módon működött minden, ráadásul te filmeztél is, és a filmezés és a fotózás, és tehát bevonulni egy szál magadnak az emberfia, főleg a filmekre vonatkozik ez, az egy nagyon-nagyon komoly munka, ahhoz tényleg elhivatottság kell. Jó szó ez az elhivatottság, igen, ezt mostanában a diákjaimnál is
nagyon hiányolom, hogy kellően elhivatottak legyenek. De hát ez persze nem receptre megy. Hát kell, igen, kell az elhivatottság, az eltökéltség, hogy valamilyen területen valaki olyan eredményt tudjon felmutatni, amivel ha nem is a közönség, de önmaga, saját maga elégedett, vagy legalábbis érzi azt, hogy talán jó úton jár, és van keresni valójait. Mennyit segített a fehérvári fotószakkör abban, hogy végül is, hiszen nyilvánvaló el kell dönteni egy fiatalembernek, hogy hivatásszerűen választja a fotózást, a fotókészítést, hogy ezt valóban te eldöntsd, és ragaszkodj is ehhez. Fotószakkör mindenképpen segített abban, hogy lehetőségem volt arra, hogy azzal foglalkozzam, ami igazán érdekel, és a Pintér Károly fotóklubba is jártam már így 15-16 évesen, és a onnani visszajelzések is erősítették, hogy érdemes ezzel foglalkoznom. De közben azért nagyon erős vágyat éreztem a filmkészítésre, és közben Super 8-as filmeket forgatgattunk a kollégiumba. A fotózás és a filmezés az nagyon rokon szakma volt nekem, de az igazi vágyam az volt, hogy operatőr legyek. És ehhez meg is tettem a lépéseket. Jelentkeztem, akkor még ugye színház és filmészeti főiskola volt. Hát azt kell így utólag mondanom, hogy nagyon eredményes volt a felvételi, mert ahhoz képest, hogy milyen kevés embert vettek fel, ahhoz képest tényleg elsőre eredményesen szerepeltem, és abszolút jó élmény volt annak ellenére, hogy nem kerültem be. De az is tanulságos volt, és nagyon jó volt. Aztán később, amikor már a Mafilmnél, mint fotós filmforgatásokon dolgozhattam, akkor ismertem meg igazán, hogy milyen az, amikor stábban, csapatban dolgozik valaki együtt, és akkor már kevésbé volt vonzó az operatőr szerepe, ami persze vannak nagyon jó rendező-operatőr párosítások, de azt hiszem, hogy azért én mégis inkább önálló alkotó vagyok, bár csapatban is szívesen dolgozom, de ez a fotózás valószínűleg azért is maradt meg, mert az elképzeléseimet szeretem saját magam megvalósítani. Egy-egy kiállítás, hiszen ideje korán voltak már kiállításaid, mennyit segít abban, hogy maga a fotózás művészetté váljon? Hiszen meglehetősen nagyon sok könyvet illusztráltál, saját könyvet itt van előttünk, amit mutattam, ezt is majd nyilván részletesen bemutatjuk, és nem különben fontosak a kiállítások is. Fontosak a kiállítások, igen, főleg a pályám elején nagyon fontosak voltak. Egy kiállításra készül az ember, tehát elsősorban az a átszellemült munka, amikor szeretnék egy jó kiállítást létrehozni, akkor nem egyszerűen a képeim közül kell válogatni, hanem ezeket a képeket rendszerezni kell, meg kell szerkeszteni, installálni kell, és meg kell komponálni egy megnyitót, ami összecseng azzal a üzenettel, amit én a képeimen keresztül próbálok közvetíteni. Ugye közhely, de soha nem feledjük el az elsőt. Milyen volt az első kiállításod? Miként érted meg? Hát az első, valójában az első olyan kiállítás, ahol pályázatként szerepelt a képen, az volt egy ünnepélyesebb, és az egy nagy lökést adott. Ez a kiállítás, ez 80-as évek elején volt valamikor Pécsett, azt hiszem, hogy a középiskolai fotópályázat volt, ez egy országos középiskolai fotópályázat volt, ami egyébként azóta is működik, és már a diákjaim is küldenek oda képet, és szépen szerepelnek. Ez egy nagyon fontos és nagyon jó visszajelzés volt, hogy egy országos megmérettetésbe díjazták a képemet. De az első önálló kiállításom az egy szerény művelődési házba volt, ahol tulajdonképpen a képeimet kirakhattam, és az előbb említett installálás az lényeges volt, de az ünnepélyes megnyitó az nem valósult meg, az nem volt olyan. Hát ez nyilván áttörést jelentett. Igen, 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 igen. Ez,
És utána jött a későbbi időszakban számtalan kiállítás, meg annyi könyv. Ez önmagában is egy stílusparádé, mondom én. Tehát itt a Torockó könyvből majd látni fogják a nézők is a képeken, hiszen Jószerivel mind egy elven működnek, de ugyanúgy van tájkép, ugyanúgy van portré, ugyanúgy van tárgyak, egészen különleges helyzetekben. Hogy választottál ilyen értelemben szintet magadnak? Hiszen ez sokféle. És én ismerek jó néhány olyan fotóst, aki egy valamivel szeret foglalkozni. Ez nálad hogy volt? Megvolt, természetesen megvolt azok a területek, amik egy kezdő fotósnál kézenfekvő, a természetfotózás, a makrófotózás, ugye ezekkel lehet leginkább kitűnni. Ez ma sincs másképp. Egy olyan világot felfedezni a fűbe, egy makroobjektívvel, amit nem mindenki vesz észre. Ezek nagyon izgalmas, nagyon jó dolgok. Ami talán így visszatekintve egy picit szokatlan és egy kicsit így meglepő, hogy én már 10 éves koromban elkezdtem az embereket fotózni. Ez a portréfotózás, ez valamiért nagyon fontos volt nekem. Most azért ezt mondom, hogy valamiért, mert olyan nagyon sokat nem gondolkoztam ezen, de egy-egy beszélgetés kapcsán azért mégis az derült ki, hogy akkor lehet, illetve én akkor tudok jó portréfotókat készíteni, és most nem a tablóképekre gondolok nyilván, hanem ennél egy kicsit mélyebbekre, amikor megismerem az embert. Tehát én azért kezdtem el az embereket fotózni, mert érdekeltek az emberek, mert szeretem figyelni az embereket, szeretek velük beszélgetni, és miután nekem egyfajta kifejező eszköz a fényképezőgép, illetve a fotó, ezért ezek az emberek, akik hatottak rám, róluk szívesen készítettem portrékat. Megerősítést jelentenek az elismerések, és nem csak a fotóstársaktól, hanem a köznapi embertől, hiszen a jelentős elismerés például az évezred utolsó évében, ugye az Imágó 1999-et írtunk, amikor azt hiszem, hogy az egy felkapta a fejét Jószerivel mindenki arra a könyvre, és azóta azt számtalan követte. Az elismerésekre nagyon-nagyon nagy szükségem volt akkor, amikor még többi bizonytalanság volt bennem. Azzal kapcsolatban, hogy jó úton járok-e, illetve hogy az a színvonal, amit én felállítottam magamnak, az a közönségem számára, illetve a szakma számára is megfelelő színvonal-e. Tehát ezek a visszajelzések így nagyon lényegesek és nagyon fontosak voltak. Az Imágó az egy valóban egy nagyon nagy mérföldkő volt az életemben. Több más is volt, de így a kiadványok szempontjából az Imágó az egy olyan utat kellett kitaposnom, amihez még korábban nem sok közöm volt, a könyvkiadás. A képeim megvoltak, azt tudtam, hogy ezek a képek ezek vállalhatóak, de hogy ezt milyen formában lehetne megmutatni, azt meg kellett tanulnom. És meg kellett találnom azokat az embereket, akikkel meg tudtam valósítani azt, amit elképzeltem. És ez nagyon jó volt, mert ugye ez 99-ben volt, és most már 2022-ben ugyanazokkal az emberekkel készítettem el ezt a legutolsó torockói könyvemet is. Ugye ehhez hozzátartozik a Miró Fotógaléria, a Miró Fotoművészeti Alapítvány, a Békési Csuta Nemzetközi Művésztelep, és egy csomó minden más, ami általában egy ember, egy köznapi ember számára nem sokat mond, viszont a fotóművész számára a mindenséget jelenti, hogy ez a sok-sok minden, amiben belekezdett, az figyelmet kap, megerősítést hordoz, és azt gondolom, hogy ez segít abban is, hogy akármilyen stílus irányzatot képvisel, de hogy elfogadottá váljon. Mindenképpen, igen. Tehát ezek olyan, ahogy az előbb említettem, mérföldkövek voltak, a művésztelepeken való részvétel, olyan
kapcsolatokra, művész kapcsolatokra sikerült szert tenni már az első művésztelepen, ami még ma is nagyon aktív, és több külföldi művésztelepre jutottam el. Ezek ugye számomra nem egyszerűen egy kéthetes alkotótábort jelentettek, hanem a számomra nagyon fontos fotós kalandozás a világban, azokat ez még pluszba elősegítette. Egyébként is kerestem a lehetőségeket, hogy utazhassak a világba és készíthessem a fotóimat, de a művésztelepeken keresztül még plusz olyan helyekre jutottam el, amire mondjuk egyébként kevesebb lehetőségem lett volna. Tudjuk, hogy bejártad a világot. Számunkra viszont most az a fontos, hogy eljutottál abba a világba, ami számomra és nagyon sok magyar számára mindennél fontosabb. Torockóról beszélek, hiszen én azt gondolom, és inkább idézlek téged, jó? Elfogult vagyok, írod, Torockó és környéke számomra és még sokak számára az a hely, ami rabulejt, ami nem enged, ahova nem lehet nem visszatérni. Ehhez az érzéshez pedig elég a jelenlét. Nem fontos is hozzáismerni a rejtett értékeket, a hagyományokat, a múlt kincseit. Erős energiájú terület ez. Nem lehet és nem is kell elbújni a hatása elől. Elég egy kirándulás a Székelykőre, egy séta a fehér házak előtt, elég megpillantani egy viseletbe öltözött asszonyt, kortyolni egyet a friss forrásvízből, meghallgatni egy istentiszteletet az unitárius templomban, vagy épp szóba elegyedni egy torockói emberrel az utcán, egy padon, vagy akár a számos kocsma egyikében. Ez egy fantasztikus, gyönyörűséges gondolatsor. Magam sem értem, hogy sikerült ezt leírnom, mert ez valóban nagyon jól tükrözi. Egyik este, amikor már így a könyv vége felé voltunk, és éreztem, hogy azok az előszavak, amiket mint lehetőségek a könyvbe megjelenhettek, megkértem olyan embereket, akiknek bíztam a tollába, és nagyon jó előszavakat írtak, de azt éreztem, hogy nekem ezt személyesebbé kell tenni. És akkor úgy elengedtem az érzéseimet, és akkor ezt így fogalmaztam meg, és valóban tényleg ezt érzem, amit leírtam, és ezt nagyjából 20 évvel ezelőtt érintett meg ez az érzés Torockón, amikor eltöltöttem ott egy napot, és akkor valóban azt éreztem, hogy itt ez a hely, itt valami van, valami történt, és én ide vissza akarok jönni, de nem csak visszajönni, hanem tehát egy olyan erős kötődés volt, hogy akkor vettem egy házat. Tehát torockói lettél. Itt most helyen közel, mi itt az ünnepekről számolsz be, de az ünnepeket hétköznapok kísérik. De mi mindent kell tenni egy ilyen könyvért, egy fantasztikus kiadvány. Egy ilyen könyvért, hogy a hétköznapból valóban ünnepet varázsolj, hiszen itt nem csak az ünnepekről van szó, hanem a viseletekről, a környékről, a legkisebb fa, a mezőn az állatok és mi emberek együtt. Abban a nagy, és mind nagy egységben, egy olyan közösségben, amit mi el sem tudunk képzelni. Ez egy nagyon nagy vállalkozás volt. Nem tudtam, hogy ilyen nagy vállalkozás lesz ez a könyv. Ennek az elkészítése nagyjából a képek az körülbelül ilyen 15 év termését fogják át, de a könyv gondolata az 10 évvel ezelőtt született körülbelül, és azóta csiszolódott. Sokkal előbb szerettem volna, ha megjelent volna, de most már örülök, hogy így egy még átfogóbb, még részletesebb, talán átgondoltabb is lett a könyv. Rengeteg olyan dolog volt, ami menet közben derült ki, és alakult a könyv. Először csak a viseletről akartam egy szép átfogó bemutatós könyvet készíteni, ami néprajzi szempontból is jó, de Torockó mellett tényleg nem lehetett elmenni, hogy csak a viseletről beszéltünk, mert egyéb más fontos értékek, és hogy a könyvbe szerepel kincsek vannak, és amikor kitaláltam azt, hogy is épüljön fel a könyv,
akkor az úgy nagyon szép volt a tartalomjegyzék, de azt tartalmasan megtölteni, az valóban egy nem várt hatalmas munka volt. Ami még, nem is tudom, hogy nehezítette, de önuralomra késztetett, az az, hogy ez a könyv ez nem rólam szól, nem az én képeimről szól, hanem Torockóról szól. Igen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és hogy ez Torockóról. Ez egy felemelő történet. Hát abszolút felemelő történet, igen. Tehát én a képeimmel illusztrálom ezt a csodát, és persze az illusztráció az nagyon személyes, még egy tájképe is benne vannak az én érzéseim, a portrékban meg különösen, de nem a legjobb képeimet kellett beválasztani, hanem azokat a képeket, ami Torockónak a legjobban áll. Illeszkedik, így van. És hát itt valóban tényleg nagyon fontos volt, hogy a témához alázattal nyúljak, és ezt azt hiszem, hogy sikerült. A családot hogy viseli? Ugyanúgy szereti, gondolom én. Hát Torockót nagyon szeretik, most az ünnepek alatt megyünk is, nagyon szeretünk télen is ott lenni, ősszel is szeretünk ott lenni. Kicsit kevesebbet vagyunk ott, mint amennyit kellene, most már, hogy a lányaim iskolába járnak, így most már a szünetekhez kötődik az utazásunk, de mindannyian várjuk, az egész család várja, amikor megérkezünk, és jó hangulatú házat sikerül kialakítani ott is. Jó, és a Pázmándon nem különben így van, mondom én. És ennek nagyon-nagyon örülünk. És hát én még egyszer gratulálok. Én azt gondolom, hogy ez a könyv példa arra, amit te is írsz, és a te gondolatsoroddal hadd búcsúzzam, akit vonz egy ilyen felfedező utazás, merüljön el a könyv lapjai között, és ne lepődjön meg, ha közben hallani véli a szirének énekét. Bizony mondom, kedves nézőink, hogy ez a kötet megéri, hogy keressék, nézzék meg, és persze inspirálja majd önöket nyilvánvaló, hogy ellátogassanak Torockóra. Felülmúlhatatlan élmény lesz. Miki, köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Klotz Miklós fotoművész Torockó és Viselete című kötetét mutattuk be, természetesen az alkotó életével együtt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.